kedves naplom. Ottan hagytam abba, hogy bemásztam a vagomba, és elaludtam a sötétben. De felébresztett a kalajúz. Hát te mit keresel itt a hűtőkocsiban? És átvitt az ő vagonjába. Éppen jókor, mert már majdnem megfagytam. Jól összebarátkoztunk. Elmeséltem a Betty nénit meg a daguerrotípiákat az udvarlókról. Meséltem a nővéreimről. Azt mondta, hogy ne ijesszem el az udvarlókat, mert kevés férfi maradt a háború után. Olyan egy megértő volt, hogy elhatároztam, ezt a kalajuszt a sírig szeretni fogom. Kromburgban már úgy búcsúztunk, mint két jó barát. A kiáratnál egy alak utánam kajabált, hogy hordár, hordár, és rögött. Hanem hát voltak gyerekek is, de nagyon komiszak voltak. Mindenemet elloptak. Megmondta Tinti, aki disznók közé keveredik, azt megeszik a korpánok. Egyszer csak meglasszózott egy kobboly, és elvitt Betty nénihez, mert tudta, hol lakik. A néni azt kiáltotta. Jasszus, ez a George Hackett! Megszoktam otthonról, mondtam. Nem csodálom, hogy eljöttél attól a drága látos familiától. Addig maradsz, ameddig akarsz. Mindig ennyit szoktál enni? Kérdezte. Úgy rémlik, otthon éheztetnek. Az udvaron fűrészelt egy indián. Úgy nézett, mintha valami csoda állat lennék. Délután meghívott a vigvamjába. Golyóstolnak hívják, mondta Betty néni, mert kicsit ütődött, de jóságos. Sokat segít nekem, de nem indián, csak azt hiszi. Na de ilyet? Én még sose láttam vigvamot. Jaj, de szép. Elszívtunk egy békepipát. Ami elég büdös volt. Nem tudom összeszámolni, hány ingerem volt tőle. A gyomrom, a fejem. Aj, majd meghaltam. Ó, most már kedves naplom, két napja vagyok itten. Nagyon örülök, hogy megmentettelek téged, így elpanaszolhatom beléd. Nem tehetek róla, hogy az a hülye micicica betörte Betty néni drága üvegablakát. Azt hittem, örülni fog neki, ha kijavítom a hátán a foltokat, hogy olyanok legyenek, mint a földrészek a földrajz mappába. Arról meg a Tinti tehet, hogy a táltos versenyló lesántult. Akkor, mikor kirúgta az istálló oldalát. Mert Tinti azt mondta, a táltosok parazsat esznek. Ráadásul, amikor ki akartam húzni, mert mozgott a fogam, azt is a Tinti mondta, hogy cérnát kell rákötni és becsapni az ajtót. De sajnos Betty néni rálépett a csapóajtóra. Mikor bejött, megkérdezni, hogy mit keresek a kamrába, és eltörte a lábát, és a fogam is bennmaradt. Ilyen egy pekhet. És ne haragudj, hogy összepasznisztalak, de nem tudom visszafojtani a könnyeimet, mert most már látom, Betty néni csak bosszúból tart itten. Dolgoztat, mint egy rabszolgát. Már nem bírom ezt a megaláztatást. Sárba van tiporva a büszkeségem. Vágyom van. És csak kétszer tudtam elmenni horgászni az itteni tóhoz. De ujjé! Van egy jó ötletem, hogyan szerezzek pénzt. De bocs, nem írhatom beléd, hát ha Betty néni elolvassa. Táviratot küldtem haza. Betty néninél vagyok, még élek, Georgie. És hurrá! És ujjé! Értem, jött a papa. És olyan mérges volt, hogy nem is állt szóba a nénivel. A pullman kocsi a vonaton nagyszerű volt. Úgy éreztem magam, mint egy király, és kis gondoltam valami vicceset, mire hazaérünk. Elhatároztam, indián se leszek, szíják csak ők azt a békepipát, úgy kell nekik. Otthon mindenki nagyon örült nekem, mert már azt hitték, hogy elraboltak, plusz már nem is élek. Tinti a konyhában tortát sütött nekem, de én nem tudtam. És elhatároztam még a pullman kocsiban, hogy Némó kapitányost fogok játszani az ételliftben, amit már régen csináltam.
Lemerülök vele, mint a Nautilus tenger alatt járó a mélybe. Ott a sok hal és egyéb tengeri vadállatok. Ó! És az az óriás polip, aki elkapja a vigyázatlan matrózokat. Akkor, mikor a lift leért a konyhába, kiugrottam belőle és ordítottam. Ojjá! Tinti úgy megijedt, hogy eldobta a tortámat, sajnos. Pedig ezzel a Némó kapitányossal megijesztettem vagy százszor. Hiába, vannak kisfiúk, akiknek mindig pekhük van, akármit is csinálnak. Most tessék, Tinti sír a konyhában, és a tortám is oda lett. És hogy még mi történik velem, majd holnap elmesélem. Adjuk!